Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Zajlik az élet Gáva Vencselőn, több beruházás is folyamatban van, és rendezvények tekintetében is mozgalmas lesz a nyár. A témával bővebben is foglalkozunk, hamarosan előtte nézzük a teljes kínálatot. Beruházás Ukrajnában, hulladéklerakót építenek Jánosiban. Fejlődő Gáva Vencselő, turisztikai fejlesztések előtt a település. Helyben vagy rendben, Kisvárdán folytatódott a rendezvénysorozat. A Tisza és mellékfolyóinak szennyezettségét is csökkentheti az ukrajnai Jánosiban épülő hulladéklerakó, ami az elkövetkező 30 évre képes megoldani a terület hulladékgazdálkodási problémáit. Hangzott el a projekt nyitó rendezvényén. A Zero Waste beruházás a Beregszászi járásban segíti a kárpátaljai hulladékgazdálkodás fejlesztését az Európai Unió és a magyar kormány külön támogatásával. Ezen a területen épül az a hulladéklerakó, amely a Tisza ETT és a Vármegyei Fejlesztési Ügynökség határmenti projektjéből valósulhat meg a magyar kormány támogatásával. A tervek szerint a beruházás 200 ezer család kommunális hulladékkezelését fogja megoldani. Jelenleg ugye megvan az építési engedély, ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, ez nem olyan régen lett meg. Már azelőtt is zajlottak előkészítő munkák, részben még előkészítő munkák zajlanak, viszont már előttem itt látható a hulladéklerakónak a területe, ott földmunkák zajlanak, tehát most kerül kialakításra a formája tulajdonképpen a lerakónak, illetve látható, hogy már a töltések is épülnek. Tőlünk jobbra különféle kiszolgáló létesítményeknek a kitűzött pontjai láthatóak, itt lesznek a műhelyek, illetve különféle medencék. Mögöttem pedig a komposztáló térnek a földmunkája zajlik éppen, és a szociális épületnek az alapozási munkái zajlanak jelenleg. Az üzem mintegy 30 ezer tonna hulladékot fog feldolgozni évente, és a Beregszászi járás területén lévő településeket fogja kiszolgálni, mondta el Csubirko Volodimir, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke, az ukrajnai Jánosiban tartott projektnyitó rendezvényen. Úgy gondolom, hogy ez az esemény nem csak nekem jelentős, hanem mindannyiunknak, hiszen ez az első lépés, hogy megoldjuk az évek óta húzódó hulladék problémát itt Kárpátalján. Sajnos ez egy nehéz küzdelem, de nagyon fontos, hogy érdemi lépések legyenek. Külön szeretném megköszönni a magyar kormány támogatását, hiszen évvégén többlet forrással járultak hozzá ehhez a beruházáshoz, és köszönet illeti Szakács Áron urat, aki nem adta fel, hiszen elaprózhattuk volna ezt a pénzt kisebb projektekre, de jobb, hogy egy nagyobb projektre fordítjuk. Fontos, hogy egy csapatként dolgoztunk, sikerült a pénzösszegeket megtartani, nem apróztuk el. Magyarország kormánya többletforrásokkal járult hozzá, így sikerült befejezni egy olyan projektet, amelynek első látványos elemeit már láthatjuk. Szeretném megjegyezni, hogy ez egy teszt arra vonatkozólag, hogy tudunk európai módon, európai szabályok szerint élni, Európát építeni Ukrajnában. Ebben a szerepvállalásban pedig nagy jelentősége van a Tisza ETT-nek. A hulladék lerakó megépítésén kívül egyébként még további 7 területen hulladékválogatás fog történni. Nagy munkát fektetünk a lakosság szemlélet formálására. Ez 200 ezer főt, a teljes mai Beregszászi járást érinti. 10 kistérségben fogjuk ezt végezni Királyházától Beregszászig. Egy hatalmas csapatmunka révén mindenhol tisztában lesznek azzal a jövőben, hogy mit kell a hulladékkal kezdeni, hogyan gyűjtsük, hogyan válogassuk, hogyan dolgozzuk fel azt. Ez különösen a mostani helyzetben nagyon-nagyon fontos, hiszen Ukrajnában nagyon komoly természeti katasztrófák jöttek létre az orosz hadseregek által. Gondoljunk csak elsősorban a Kahovkai vízi erőmű felrobbantására. Nagy dolog, hogy mi építhetjük itt ezt az üzemet, de közben azokra az emberekre gondolunk, akiknek az orosz hadsereg megnehezítette az életét. Hatalmas igazságtalanság, hogy rakétákkal lőtték őket. Szeretném megkérni Önöket és külföldi partnereinket, hogy emlékezzenek arra, milyen problémával találtuk magunkat szembe, és nagyon fontos, hogy itt, ezen a békés területen sikereket mutassunk fel. Az eseményen Cseszták Oszkár, a Tisza ETT elnöke úgy fogalmazott, a következő uniós ciklusban is folytatni szeretnék a hasonló beruházások megvalósítását Kárpátalján. Az, hogy ez a legnagyobb infrastruktúrális beruházás itt Kárpátalján,
a Tisza LTT kedvezményezeti szerepéből. Ez azt gondolom, hogy egy olyan üzenet, egy olyan európai üzenet Kárpátaljának, Ukrajnának, amely valódi perspektívát jelent. Nem ígéret, hanem valóság. Itt ez a hulladék lerakó, amely teljes értékűen remélhetőleg az itt élő 200 embernek a hulladékos problémáját kezelni fogja, gondolok itt elsősorban Beregszász városára. És hát a következő évekre is az a tervünk, Szakács Áronnal már megosztottuk, hogy tovább folytatjuk ezt a projektet a Tiszavölgyben, illetve akár Ungvár városában is. Olyan tapasztalataink vannak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ott is egy társulás elnöke vagyok, hulladékos társulás elnöke vagyok, amely tapasztalatokat igyekszünk itt is hasznosítani. Itt van az ügynökségünk vezetője, és állunk elébe, hogy a következő években is, a következő uniós ciklusban is ehhez hasonló projekteket megvalósítsunk Kárpátalján. Nagyon fontos a projekt üzenete, hogy önkormányzati társulás fogja üzemeltetni a elkészülő üzemet, gyárat. Tehát egy önkormányzati tulajdon, nem egy multicég, nem egy multi nagyvállalat fogja innen kivinni a profitot, hanem egy önkormányzati tulajdonú céget is szeretnénk itt létrehozni, amely ezt a hulladékgazdálkodási problémát meg tudja oldani, és remélhetőleg pilot projektként Ukrajna többi területére is jó hatással lesz ez a program, úgy, hogy ezt Magyarországon több mint 10 éve működtetjük. A rendezvényen elhangzott az ukrajnai hulladékgazdálkodás korszerűsítése mindkét ország számára fontos, hiszen közös érdek a Tisza szennyezettségének csökkentése. Egész Magyarország tudhatja, hogy milyen nagy probléma itt Kárpátalján a környezetszennyezés. Ennek egyetlen oka van, hogy nincsenek modern hulladékfeldolgozók, nem létesültek ilyenek az elmúlt 30 évben, mióta Ukrajna független, és most a háborús időkben még messzebb került ennek a kilátása, hogy az ukrán államnak legyen ereje ilyesmibe investálni. Ezért született meg az a döntés, hogy közösen Kárpátalja és közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egy ilyen beruházást indít, aminek nyilván van egy magyar és egy ukrajnai lába is. Az ukrajnai lábnak a kiépítése indult most el, tehát Ukrajna ezen nyugati végének itt Kárpátalján az első modern hulladék lerakó és válogató épül meg, aminek köszönhetően a magyarországi folyóknak a szennyezettsége is csökkenni fog. A magyar kormány összesen 2,5 millió euróval támogatta ezt a projektet, miután az uniós támogatás nem bizonyult elegendőnek, ezzel is bizonyítva, hogy Ukrajnába, Kárpátaljába, a magyar-ukrán együttműködésbe hosszú távra investálunk. Miután az Európai Uniós támogatás nem bizonyult elegendőnek, a magyar kormány közel 1 milliárd forinttal egészítette ki a projekt megvalósításához szükséges forrásokat, mondta el Szakács Áron. Az elsődleges jelentősége a beruházásnak, hogy Kárpátaljának a sok évtizedes egyik legsúlyosabb problémájára kínálunk megoldást, a hulladékgazdálkodásnak a kérdéseit 21. századi irányba fogjuk fordítani. Ez annyit jelent, hogy a beregszászi térségben élő 200 ezer háztartásnak a kommunális hulladék kezelését, válogatását, lerakását fogjuk megoldani. Ennek a projektnek az értéke eredetileg 5 millió euró volt, azonban a magyar kormány hathatós támogatásával további 2,5 millió euróval sikerült ezt kiegészíteni, így viszont az elmúlt 10 év legnagyobb volumenű és legjelentőségteljesebb beruházása valósul meg Kárpátalján. A projekt 2023 év végén zárul, és a várakozások szerint az elkövetkező 25-30 évre képes megoldani a hulladéklerakás kérdését a Beregvidéken. Nehéz lenne néhány mondatban összefoglalni Gáva Vencselő nemrégiben lezárt és folyamatban lévő fejlesztéseit, számos területen fejlődik a település, a részletekről pedig Berecz János polgármester számol be nekünk. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, polgármester, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, sok minden történik a településen. Kezdjük azzal, hogy amiről szóba került a kis műsorajánlónkban is, hogy a Tiszapart fejlesztése is zajlik. Pontosan mi az, ami történik most a parton? Igen, ez egy régi vágya volt a településnek, hogy volt valamikor hajdanán két strand is a településen. Ezeknek az újra élesztése, illetve elindultunk a turisztikának egy olyan sportos, sportfesztivál jellegű vonalán, amelyet szeretnénk a következő években még színvonalasabbá tenni, és ennek az infrastruktúrális feltételeit a közeljövőben megteremteni.
erre nyílik majd most lehetőség a közeljövőben megnyíló turisztikai pályázatokon, illetve hát az ehhez kapcsolódó már meglévő pályázatok is, és a terveztetés ezek az irányba hatnak, vagy zajlanak már a háttérben. Nemrég készítette el a Központi Statisztikai Hivatal a legutóbbi népszámlálásból néhány adatot a rendelkezésünkre bocsátott. Ebből látom, hogy Gáva Vencserülnek ugyan a teljes népessége valamelyes csökkent 8%-kal, viszont a gyerekeknek a létszáma pedig nőtt 19%-kal. Gondolom ezért kell az új bölcsöde is a településen. Igen, így van. Tehát ezt már ugye évekkel ezelőtt figyeltük a statisztikai adatokat, és látszott, hogy a gyerek létszám az hogyan fog alakulni itt a közeljövőben, illetve az elkövetkező 5-10 évben ez egy meghatározó arányszám lesz, amire úgy a bölcsödében, óvodában, illetve iskolában is fel kell készülni, és ezért indult el egy bölcsödei fejlesztés, de már ezt megelőzően azért mi mini bölcsödét benyitottunk, illetve biztos kezdett gyerekházunk is a szülők segítségére van, hogy minél többen tudjanak munkába állni, tehát ez lenne a fő cél. Tehát a háttérben mindig a gazdaság fejlesztési, illetve a talpomaradási dolgok a cél, hogy a munkahelyekre tudjanak a szülők minél hamarabb visszamenni a gyereknevelés mellett. Ha már szóba kerültek a munkahelyek, akkor Gáva Vencselő azért azon települések közé tartozik, ahol azért van megfelelő munkahely, tehát hogyha valaki szeretne dolgozni, tud is. Így van, tehát a környék települései közül azért mi kiemelkedünk abban, hogy jelentős nagy cégek telepedtek meg nálunk, és most is fejlesztéseket foganatosítanak meg, tehát aki szeretne dolgozni Gáva Vencselőn, az dolgozik. Illetve nagyon sok eljáró brigádunk van, akik Debrecenbe, illetve például Mastergoodnak eljárnak különböző telephelyére dolgozni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy azoknak a fiatal családoknak, akiknek ez megoldás, vagy munkalehetőség, ez a munkatehetőség, azoknak Gáva Vencselő igen vonzó, és hát szeretnénk is nekik minél élhetőbbé tenni a települést ezáltal, a fejlesztések által. Úgy a turisztika, úgy a bölcsőde, úgy a egyéb gazdaságfejlesztési dolgok. Ha már szóba került a gazdaság, akkor ahhoz, hogy fejlődjön, ahhoz a közlekedésnek is jónak kell lennie. Útfejlesztésre lehetőség nyílik-e mostanság? Az éven is lesz. Úgy néz ki, belterületi út pályázatra lehetőségünk, és még megy a tanakodás, hogy még belterületi utat hozzuk majd helyre. Hát nagyon sokat kellene persze, tehát itt a elmúlt években, és most így 5-10 éves távlatra nyúlok vissza egy kicsit, nagyon sok ilyen fejlesztés elmaradt, és azért meglátszanak a település útjain. Illetve hát a lélekszám növekedésnek megvan egy hatása, egyre több gépjármű, a mezőgazdasági gépek is egyre több és egyre nehezebb gépekkel közlekednek a gazdák, tehát azért ez tönkreteszi az utakat, úgyhogy ez egy jelentős dolog, hogy amíg le nem aszfaltozott útjainkat tudjuk rendbeszedni, illetve van egy komoly 300 milliós pályázatunk, amelyel a TS, régi TS útunkat szeretnénk elkezdeni felújítani, amely összekötné a Tokaj-Nyíregyháza főúttal Gáva Vencsellőt. Ez is egy nagyon régi álma a településnek, most ennek egy szakaszát sikerül az éven megcsinálni. Gáva Vencselővel kapcsolatosan az is a fontos dolog, hogy energetikai fejlesztések is lesznek. Kérdezem ezt azért is, mert a múlt évben, főleg az őszi időszakban, téli időszakban nagyon sok település küzdött azzal, hogy vajon az energia ára robbanást hogyan tudja kigazdálkodni. Volt, ahol jutott állami támogatás is, de az azért mindenre nem volt elég, inkább csak egy-két hónapra. Gáva Vencselő hogyan élte túl idézőjelben ezt az energiárobbanást, és hogyan állunk most, mire készülnek a következő időszakban? Hát komoly fejtörést okozott nekünk is ez a szegmens a gazdaságnak. Talán annyival vagyunk jobb helyzetben, hogy nagyon sok intézményünket mi fával fűtjük. Az állami támogatásoknál ez probléma is volt, mert nem tudtuk generálni azokat a számokat, hogy milyen volt a gázszámlánk és mekkora lett a gázszámlánk, mert nem volt gázszámlánk. Tehát, és hál' Istennek még azért fával elég jól el vagyunk látva, tehát én, ahogy számoltunk a kollégákkal, a testülettel, még 10 évig is kihúzok a fafűtéssel. Mindamellett persze nekünk is célunk, hogy energetikai fejlesztéseket hajtsunk végre. A legközelebbi az a szociális otthonban fog
végrehajtódni, úgymond. Nyilván zárócsere, fűtéskorszerűsítés, tető, kis napelemes rendszer, tehát ott egy ilyen komplexebb energetikai felújítás. Ennek is már a közbeszereztetése zajlik. Ezek szerint akkor, mivel a gázszámla nem volt jelentős, ezért nagy problémát a villany tekintetében, nyilván a közvilágítás is egy nehéz és drága dolog. Igen, hát annyi, hogy a közvilágítás már évekkel ezelőtt az önkormányzat egy energetikai korszerűsítés keretében meglépte, ez egy 50 milliós beruházás volt akkor. Ennek most ugyebár a részleteit nyögjük, ha lehet így mondani, de azért látszanak a villanyszámlán, hogy azért van hozadéka. Már a fele időszakon túl vagyunk, úgyhogy én azt mondom, ez sem jelent akkor a megerőltetés Gála Vencselőnek. Elég esős időszak van mostanság. Június 8-án esett a meder napján, tehát lehet, hogy elég sokáig fog esni az eső. Egy csapadékvízelvezetési rendszerrel hogyan áll a település? Szintén egy pályázatunk már el is kezdődött, egy 300 milliós beruházás, ennek az első üteme, és ugyebár új koncepciók vannak a csapadékvíz elvezetés terén is, már akár állami szinten is, tehát minél jobban megtartani a településeken a csapadékvizet, nem elvezetni a Tiszával a Lónyai csatornába. Ennek megfelelően alakították a tervezők a jelenlegi terveket is. Ennek most a nagyobb, látványosabb dolgai zajlanak, a nagy esővízgyűjtő csatornáinkat cseréli a nyertes cég, és van egy második üteme majd ennek a beruházásnak, amely szintén egy 300 milliós beruházás lesz. Ez, ha minden jó megy, akkor a késő ősz folyamán fog elkezdődni. A belvíz nagy problémát okoz a településen, vagy vannak olyan részei a településnek, ahol esetleg befolyik az ingatlanokhoz a víz? Nagyon ritkán. Azt mondom, hogy 5-10 évente fordul elő akkor első felénk. Persze, mivel Dimbes-Dombos település Gála Vencselő, a völgyekbe azért összeszalad a víz, és mondom, tehát ez az első ütemben ezeknek a csapadék vízgyűjtő rendszereknek a felújítása van most folyamatban, hogy minél hamarabb elnyelje az összegyűlt vizet. Ha már itt szóba került az időjárás meg a mezőgazdaság, akkor egy fontos dologról is szót kell ejtenünk. Gyümölcs és zöldségfeldolgozó üzem is Gála Vencselőhöz tartozik. Mit kell erről a beruházásról, fejlesztésről tudni? Hát ez is egy gazdaságélénkítő fejlesztés volt a belügyminisztériumnak köszönhetően. Pályáztunk, és sokat gondolkoztunk, hogy milyen irányba kellene elindulni. Látva más települések, mibe fogtak, új termék gyártása és mi egyéb. Mi nem szőttünk ekkora álmokat, mert mindig próbálok a realitások talaján maradni, tehát ha nincs meg egy új terméknek a piaca, akkor felesleges ilyenekbe gondolkozni, és nálunk ugyebár megvannak a nagy feldolgozó cégek, a Hasszó és a Mirbest, akik a Szilvába, Megybe, Almába nagyon otthon vannak, és mi azt a vonalat céloztuk meg, hogy ezen cégek alá szeretnénk bedolgozni. Látszik a munkaerőhiány, tehát látszik az a tendencia, hogy amikor jön be a gyümölcs, illetve a zöldségáru idősz, mondjuk a tök, vagy a megy, vagy a szilva, nincs elég kapacitásuk a gyors feldolgozásra, ezért rákényszerülnek arra, hogy hűtőházakba tárolják be, és majd folyamatosan onnan dolgozzák fel. Tehát mi a mi közmunka, illetve egyéb létszámainkkal ez alá folyamat alá szeretnénk besegíteni. Itt elsősorban a gazdaságosság a cél, vagy inkább ennek egy ilyen szociális háttere az erősebb? Tehát az, hogy aki kiszorult az elsőleges munkaerőpiacról, akkor ilyen módon azért mégiscsak. Hát egy kicsit is persze, tehát az önkormányzatot is úgymond el kell tartani, tehát azért mi is próbáljuk ezt majd profitábilisan működtetni, illetve már dolgozik egy 10 fős gárda a Hasszónál, akik már ezt a vonalat képviselik, és hát próbálunk egy olyan csapatot összeállítani, akik hatékonyak is lesznek, jól dolgoznak, ezzel egy kicsit plusz tudnak keresni, tehát hozzá tudnak tenni a megélhetésükhöz, és talán majd később tényleg vissza tudnak kerülni a elsődleges munkapiacra ezáltal. Gála Vencselő tekintetében, nem tudom, ipari területeknek a kijelölése, közüveknek a létrehozása szükséges, vagy egy ilyen típusú település, ez vagy inkább a mezőgazdaság az, amire alapozna a település hosszú távon? Nálunk a mezőgazdaság, tehát mindenképp a mezőgazdaság, ezek a cégek is a mezőgazdaságra alapulnak, vagy az ott termelt terményeknek, a gyümölcsöknek a felvásárlására épültek rá. Az ipari park valahogy, azt szoktam mondani, hogy kiesünk a fő közlekedési utakból, a Nyíregyháza, Tokaj, Tengelyből, mi ugyebár egy mellék útvonalon vagyunk a Tisza mentén. Így éppen ezért nem jelentős nálunk az ilyen jellegű történet, de környező egyik településen sem az ipari parkok elterjedése. Van ugyebár azért egy-két nagyobb cég, akik sok kamionnal rendelkeznek, ők már megtalálták a helyüket,
Igazából, mint önkormányzati területünk sincs úgy, hogy egy komolyabb ipari parkot be tudtunk volna indítani, lendíteni. Volt erről tárgyalásom múlt évben, de elvetettük ezt a dolgot. Ja, beszéltünk már a gyerekekről, beszéltünk az aktív népességről, az idősekről még talán kevesebbet, hiszen de őket is érinti fejlesztés. Láttam a már idézett KSH statisztikából, hogy az idősek létszáma is nő jelenleg, majdnem annyival, mint a gyerekeké. Őket hogyan tudják támogatni? Így van, tehát ez komoly probléma idézőjelben az elidősödés, de hát ez mondhatni országos probléma. És a szociális otthonunknak a felújítása épp ezt célozza, hogy minél komfortosabban tudjuk a most meglévő létszámot is, illetve majd a jövőbe bekerülő időseket gondozni és ellátni. Emellett egy komoly házi gondozási rendszert működtetünk, illetve az éven belecsaptunk a fogyatékos ellátásnak egy kis szegmensébe. Lassan már ott tartunk, hogy 3 mikrobusszal hordjuk Nyíregyházára a fogyatékos és egyéb sérült gyerekeket Nyíregyháza különböző intézményeibe és egyéb szolgáltatói szektorokhoz, egészségügy, kórház vagy bárhova, ahova erre igény mutatkozik. Tehát látszik ez is szintén a statisztikákból, hogy a feljövő generációban, főleg a fiatal generációban egyre több ilyen jellegű probléma lesz. És hát a környéken, hagyd ne mondjam, mi ránk testálódott, vagy mi voltunk erre kicsit predesztinálva, hogy nekünk megvan hozzá úgy a háttér, szakembergárda és talán még a humán erőforrás is, hogy ezt el tudjuk vinni. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ezen a vonalon majd. Még egy fontos és örömteli témáról beszéljünk. Kezdődik mindjárt a nyár, hamarosan itt a nyári szünet, a gyerekek már nem járnak majd iskolába, nyilván ez sok gondot is okoz, fejtörést a szülőknek, de mivel várja Gáva Venture és ez a térség a nyaralni vágyókat? Nyaralni vágyókat? Hát ugyebár a nagyívű turisztikai céljainktól még messze vagyunk, de szépen kockánként rakjuk összefelé a dolgokat, illetve már kicsit szoktam mondani, mindig előre megyünk a terveinknek. Van egy kastélyunk, ahol kastélykerti színházi estéket fogunk az éven is tartani 4 alkalommal, illetve lesz egy tiszai challenge-ünk majd augusztus 5-én, és egy krumpli fesztiválunk, a hagyományos krumpli fesztiválunk, amely majd augusztus 19-én kerül megrendezésre. Tehát tartalmas lesz a nyár, ezek mind komoly feladatot jelentenek a település számára, illetve főleg egy kicsit a kultúrával, vagy a művelődéssel foglalkozó kolléginák, az IKST munkatársai számára. Ők állnak emögött, és ők generálják, dekorálják a kastélyt, mozgatják az embereket, hogy bérleteket gyártanak, és megy a marketing, és mindenkinek a megszólítás, hogy mindenki egy kicsit tegyen hozzá a faluból. Én úgy gondolom, kicsibe indult, kicsit a falu lakóinak szerettünk volna egy kicsit magasabb kultúrát lehozni vidékre, amely már azért úgy gondolom, hogy elég jól kitágult, tehát tényleg Máté Szalkától Tokaig nagyon széles körből jön a vendégsereg, egy-egy előadáson 1200 ember is szokott néha lenni. Úgyhogy nagy népszerűségnek körvend. Ezek a főbb terveink nyárára, hát remélem, hogy az idő kegyes lesz hozzánk újra, mint évekkel ezelőtt is, és tényleg tartalmas időszakon leszünk túl. Így legyen, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Én köszönöm. Más témával folytatjuk. Egyre versenyképesebb munkalehetőséget kínálnak a régióban működő vállalkozások. Erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beleg vármegyei önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány helyben vagy rendben elnevezésű közös projektje. Néhány nappal ezelőtt Kisvárdán a vármegye egyik legnagyobb foglalkoztatójának számító Baromfi feldolgozó vállalatnál tartottak szakmai rendezvényt a szakképzésben tanulók számára. A kisvárdai, a Máté-Szalkai és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tanulói nyertek betekintést csütörtökön a kontinens legmodernebb Baromfi feldolgozó üzemébe. A kisvárdai Master Good cégcsoport a vármegye egyik legnagyobb foglalkoztatója, több mint 3500 embernek, köztük rengeteg helyi és térségbeli dolgozónak ad munkát. Ilyen nemzetközi szinten is kiemelkedő vállalkozásokat mutattak be a szakmát tanuló fiataloknak a Helyben vagy rendben című rendezvény sorozaton. A projekttel azt kívánják elérni, hogy a munka előtt álló fiatalokat a helyben maradásra és a vármegyében történő munkavállalásra ösztönözzék. Ez is egy identitás programunk a 4-ből az egyik,
amely azt tűzte ki célul, hogy a fiatalokat próbáljuk olyan módon tájékoztatni, motiválni, orientálni, hogy a lakóhelyükön, vagy legalábbis a megyében, a vármegyében maradjanak, itt találják meg a boldogulásukat, itt találjanak olyan karrier lehetőséget, olyan munkahelyeket, amelyek vonzóak lehetnek számukra, akár egy egész életút megtervezéséhez is. Ebben különböző cégeket, üzemeket látogatunk meg, illetve hívjuk el a szakképző intézményeknek a fiataljait, a hallgatóit, hogy ilyen módon is megismerkedjenek a leendő esetleges munkahelyeikkel. Jártunk a Napkorona egy gépipari üzemben, most pedig egy élelmiszeripari gyárat, ha lehet így mondani, üzemet látogatunk meg, a megye élelmiszeriparának az egyik zászlóshajója, hogy olyan élelmiszerfeldolgozás, baromfifeldolgozás folyik ott, ami méltán érdeklődésre tartott számot a fiatalok számára is, és tájékoztatjuk őket az itteni, illetve tájékoztatja őket a cégvezetés az itteni lehetőségekről, a majdani munkalehetőségekről. A Vármegyei Önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány közös pilot programjának ez volt a harmadik záróállomása. A szakmai rendezvények mellett számos más módon, például online felületeken is felhívták a figyelmet a térség egyre versenyképesebb munkalehetőségeire és kiemelkedő példáira. Ez egy nagyobb országos programunkba illeszkedő pályorientációs program, ahol most jelen vagyunk. A országos programunk keretében a Helyben Rendben fiatalok helybeboldogulását támogató programot népszerűsítjük országszerte. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok helybeboldogulását próbáljuk meg különböző kommunikációs rendezvény egyéb programeszközökkel minél jobban támogatni, hogy kevésbé vándoroljanak el nagyvárosba és egyéb helyekre. Ennek egy nagy megelőző Kárpát-medencei kutatása volt, ahol azt láttuk, hogy megvizsgáltuk, hogy milyen percepciói, hozzáállásai vannak a fiataloknak, hogy miért vándorolnak el kisvárosból, nagyvárosba, megyeszékhelybe, vagy akár külföldre. És jelenleg egy pályorientációs programon vagyunk, ami azt jelenti, hogy szakképzőcentrumból érkező fiataloknak adunk lehetőséget arra, hogy bejöjjenek egy működő, nagyon sikeres céghez, gyárhoz ide, Masterguthoz, és megnézhessék, hogy milyen a munkavilága, milyen lehetőségeik lesznek, és pályorientálni őket értelemszerűen arra, hogy nézzék meg a színes szagos húsvér munkahelyet, és az alapján hozzák meg a döntéseiket, és hát nyilván ezzel is a helyi foglalkoztatókat hozzásegítsük a munkaerőhiány enyhítéséhez egy picikét. Ebben a program keretében többféle kisebb programunk volt, a népszerű volt itt a Szabadszatmár-Bereg-Vár megyei önkormányzattal közös projektben a podcast csatornánk, ahol majdnem 20 podcast műsort forgattunk le, gyártottunk, nem csak hanganyaggal, hanem a internetre online verzióban videófelvételekkel is elkészültek. Ez a YouTube csatornánkon, az alapítványunknak Együtt Európáért YouTube csatornáján ezek megtalálhatók, ahol sikeres fiatalokkal készítettünk interjúkat, 40-50 percest, és őket példaként tudjuk állítani, példaként szeretnénk állítani a fiataloknak, hogy lám-lám mégiscsak lehet helybe boldogulni, attól függetlenül, hogy alapvetően nagyon erős még mindig az a régmúltból gyökeresztethető attitűd, hogy hát el kell menni 100, meg 200, meg 300 kilométert, el kell utazni, hogy boldoguljunk. Ez most már nem így van, most már helyben is lehet boldogulni. A most elkészülő fejlesztésünk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei transferméter, az azt jelenti, az egy ilyen okos weboldal, egy adatbázis gyakorlatilag, webalapú adatbázis, ahol a fiatalok, akik kikerültek a munkavilágába, azok, ha esetleg azon gondolkozik, hogy nagyvárosba, Pest megyébe, Budapestre vagy külföldre el szeretnének vándorolni, előtte támogatást nyújt nekik abban, hogy beírják a jelenlegi fizetési adataikat, életkörülményeket, autón van, gyerekem van, nincs, milyen egyéb igényeim vannak az életben, és ezt összehasonlítja külfölddel vagy nagyvárossal, összehasonlítja neki, hogy ha nagyvárosba ugyanilyen életkörülményeket szeretnék, akkor ott lehet, hogy magasabb a fizetésem, vagy külföldön lehet, hogy háromszorosa, de háromszorosa a költségei is ennek a dolognak, és a végén mennyi marad belőle. Tehát ez egy pénzügyi összehasonlítás, meg különböző jó tanácsokkal látja el, hogy hát alapvetően neked alapfokú végzettséged van, vagy pedig középfokú, vagy alapfokú nyelvtudásod van, akkor nem ajánljuk a külföldre menetelt, mert ott csak egy egyszerűbb munkát tudnál vállalni, és azzal nem sokkal keresnél többet, és összességében nem járt sokkal jobban. Úgyhogy ez nagy reményt fűzünk. Itt még a beta verzió tesztelés alatt van, de hamarosan nyilvános lesz, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy próbálja majd ki. Ifjabb Bárány László, a Masterguth cégcsoport tulajdonosa arról beszélt. Vállalatuk hagyományosan a helyi szakemberekre és munkavállalókra épít elsősorban. Ezt a törekvést pedig a jövőben is szeretnék folytatni. A megyében több mint 40 telephelyen vagyunk jelen, és a teljes cégcsoportnál 3600 ember dolgozik, ebből
2500 Szabolcs megyében, tehát a megye egyik legnagyobb foglalkoztatóiként. Természetesen nagyon fontos számunkra, hogy azokat a fiatal, tehetséges, ambiciózus, leendő dolgozókat, kollégákat be tudjuk vonzani ide, ugyanis a mi cégünk az egy nagyon dinamikusan fejlődő cégcsoport, és mi hiszünk abban, hogy ebben az országban, ebben a megyében tovább tudunk fejlődni, viszont ez elképzelhetetlen jó képességű és tudással rendelkező helyi kollégák nélkül, úgyhogy ezért fektetünk ebbe energiát. Szeretnénk meggyőzni arról a fiatalokat, hogy ebben a megyében is van jövőkép. Sesták Miklós a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a Vármegyében és a Kisvárdai járásban tapasztalható fejlődés már jelentősen érzékelteti hatását a munkaerőpiacon is. Ezt az üzenetet szeretnék napról napra hangsúlyozni a fiatalok körében. Azt gondolom, hogy a térség jövője azon múlik, hogy azok a fiatalok, akik felnőnek, akik szakmát választanak, hol képzik a jövőjüket. És azt kell megmutatni ezeknek a fiataloknak és minden fiatalnak, hogy igen, Szabadszatmár, Berek, Vármegye is képes arra, hogy jó minőségű, professzionális és nagy munkáltatók álljanak rendelkezésre, hogy a fiatalok itt maradjanak. Ezért fontos ez a mai nap is. A szakmai rendezvényen elhangzott a fiatalok helyben tartásához valamennyi szektorra, így a gazdasági szereplőkre, az oktatási intézményekre és az önkormányzatokra egyaránt szükség van. Kedves nézők, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor a régió munkaerőpiaci helyzetével is foglalkozunk bővebben. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!